Kedves barátaim, nem tudom, feltűnt-e valakinek, hogy az utóbbi időben a filmei már nem 5-4-es képarányúak, hanem 16-9-esek, mert hogy régen így készültek a filmeim, mint a mellékelt ábrán látható, tehát egy jó öreg kis Canon fényképezőgépemmel, de viszonylag bután fest a YouTube lejátszón, hogyha a film mellett ott van jobb és bal oldalon az a fekete sáv. Ezért mostanában okostelefonnal készítem a filmjeimet, csak hát adódott a probléma, hogy míg a fényképezőgépet egy-egybe rá lehetett szerelni az állványra, a telefont azért ennyire nem egyszerű. Megpróbálom egy kézzel kivenni a gépet, és nem a földre dobni. Ugye itt van ez a kis műanyag dokkoló rész, ami bepasszol oda az állványba. Ugye nekem most kellene egy olyan szerkezetet készíteni, amire a telefon tudom rárakni, és belerakni szintén az állványba. Na hát ezt készítem el, illetve elkészítettem, mert mint mondtam már egy ideje így készülnek a filmjeim, csak most egy kis átalakítást kell eszközölnem rajta, mert az első verzió nem volt túl jó. Nevezetesen itt van a kezdet, ugye adott egy 25-ös lapos vas. Ebből levágok egy akkora darabot, mint amilyen hosszú a telefon. Tekintve, hogy azzal készítem a filmet, nem tudom bizonyítani, ez pont olyan hosszú. És akkor jön a lényeg, hogy a telefonokban, illetve de vagy a telefonokban, a fényképezőgépekben, illetve a fényképezőgép állványokban, döntő többségében, megint egy kezes manőver fog következni. Tehát itt alul van egy rögzítőcsavar, ezt mindjárt kihajtom. Tehát ez az az ominózus csavar, amely a fényképezőgépek döntő többségében egynegyed szolos menet. Tehát nem metrikus, nem hatos, bár hasonlít egy kissé rá, de valójában ez egy egynegyedes menet, méghozzá azon belül is egynegyedszer 20-as. Ami azt jelenti, hogy az átmérője egynegyed szol, tehát 6,35 mm. A egynegyedszer 20-ban a 20 pedig azt jelöli, hogy egy col távon 20 darab menet található. Nos, ilyen meneteket kell produkálni. Ugye én megint egyszerű helyzetben vagyok, mert a fűnyírógépekben, amelyeket javítok, meg kapálógépekben rengeteg ilyen csavar van, rengeteg ilyen menet van, tehát én nekem van ilyen menetfurom. Bár megjegyzem, hogy amíg nem volt, a csavarokat esztergapadon készítettem, ott vágtam a menetet. Tehát leszabjuk a szükséges hosszúságú laposvasat, és kapásból a közepére elkészítjük ezt az 1/4x20-as menetet. Illetve, mint látszik ezen a dokkolón, van egy ilyen kis rugós csap. Annak is elkészítjük a furatot, hogy arra pont rá tudjon menni. De feltételezem az azért van, hogy ne tudjuk tekergetni, ha nincs teljesen meghúzva. Ha már egyszer ott van, akkor én is elkészítettem. És ugye erre a laposvasra kell nekem a fényképezőgép helyett a telefont fölrakni. Én azt úgy valósítottam meg, hogy először rossz helyre ide fúrtam ezt a 3,2-es lukat, furatot. Csak az volt a probléma, hogyha ide betettem így a telefont, mert ebben a furatokba tettem kis acélpálcákat, valahogy így. Azokra húztam gumicsövet, hogy ne sértsem meg a telefont. Tehát onnan indultam, hogy én ezt úgy blintre belefúrtam és örültem magamnak, majd amikor először használatba vettem, akkor kiderült, hogy hát ezek rátakarnak a kijelzőre, és pont az exponáló gombra, meg a visszanéző gombra rátakarták, nem tudtam őket kezelni. Most elkészítettem ismét 4 furatot, most már távolabb, bízva, hogy ezek jók lesznek. És a kis acélpálcáknak az átmérője olyan, hogy egy hangyányit vastagabb, mint a furat, ezért kicsit kuposra megköszörültem őket, és ide elég lesz majd csak kalapáccsal beleütni.
Mindjárt ezt el is végzem. Tehát beleütöttem ezt a 4 darab kis acélpálcát. Nem kell különlegességre gondolni. Ez lánghegesztéshez használt hegesztőpálca. És mivel ugye acélból van, nem tenne jót a gépnek, hogyha erre tolnánk be, illetve ezek közé. Azért fogtam gumi benzincsövet, levágtam ilyen darabokat, és azokat ráhúzom szépen. Ugye a gumi nem is érti meg a telefont, illetve gumi mi voltából adódóan tapad, tehát nem is tud kicsúszni közüle. Tehát így a helyén van, és akkor mindjárt berakom azt a telefont, amivel a filmet készítem, csak akkor nem látszana, ezért visszaváltok a jó öreg Panonra. Na tehát akkor szépen beletoljuk, jó húzósan belemegy. És így néz ez ki. Illetve, na most akkor megint egyszeres műsor következik. Ugye adott a telefon, és akkor itt van az a rögzítőfurat, a kis csapnak, mellette a csavar. Szépen a helyére került. És akkor itt van a állvány. Nem van olyan jó buli ez az egyköves meló. Ugyanis egyik gépet se szeretném ledobni. De lehet, hogy ez lesz a vége. Most már nem. Tehát akkor itt van a fényképezőgép állványra szerelt telefon. Hát ennek a filmnek tulajdonképpen már is volt a témája. Most még le lehet festeni az állványt. Azt hiszem, hogy ezt mindjárt abszolválni is fogom. Akkor még egy utolsó kis felvételt készítek róla. Tehát akkor szépen lefesettem matt feketére. És az látható, hogy szilárdság tekintetében a 20-as laposás már így is úgy is egy brutálisan túlméretezett valami. De szélesség tekintetében egy kissé keskeny, amivel semmi probléma nincs, lehet látni, hogy az acélpálcákat utólag meg tudtam hajlítani. Ezáltal kinyitani olyan szélesre, hogyha ráhúzom a gumicsöveket, akkor éppen bemegy közé szorosan a telefon. És akkor immáron ismét a helyén. Beletolom a telefont. Ugye megint nem fog látszani. De így már látszik. Hát az a film csak azért készült, hogyha másnak is van olyan gerjedelme, hogy nem csak nézi a YouTube filmeket, hanem készíteni is akar, akkor akár egy ilyen telefonnal is lehet abszolválni a dolgot.